legalább a várt infláció mértékével megegyező, vagyis 5,2%-os béremelést javasol erre az évre az MSOS és az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége. A tavalyi bértárgyalásokon nem született országos bérajánlás, ez pedig több mint 20 éve nem fordult elő, és sok munkahelyen hátrányosan érinti a helyi bértárgyalásokat. Ezért adta ki ajánlást a szakszervezetek, amelyeket úgy tájékoztattak, hogy az új munkatörvénykönyve miatt számos dolgozót hátrányos intézkedések értek. Legalább. Jó, tehát itt fontos a hangsúly, legalább 5-2-t. Ekkora béremelés szeretnének kiharcolni az idei évre a szakszervezetek, hogy az inflációhoz képes ne csökkenjenek a bérek. Szeretnénk elérni, hogy a munkavállalók helyzete, anyagi helyzete, kereseti viszonyai ne romoljanak 2013-ban is, mint ahogy az elmúlt évben ez történt. Számításaik szerint ugyanis hiába emelték az elmúlt években a bruttó minimálbért, ha az azokra rakódó adóteher növekedése miatt összegszerűen nem nőttek a keresetek. Olyan tapasztalatunk is van, ahol a munkáltató akár 30 milliárdos nyereséggel is tervezi az idei évet, nem nagyon szeretne bérről tárgyalni, vagy béremelést végrehajtani. Ezen a területen egyébként a kollégák elkezdtek azon gondolkodni, hogy létre fogják hozni a sztrájkbizottságot. A januártól életbe lépett új munkatörvénykönyvvel kapcsolatban ráadásul rengeteg bejelentést kaptak, hogy rosszabb helyzetbe kerültek a dolgozók, mint korábban. A vasárnapi potéka például a kereskedelmi szakmában, azt nagyon sokan megkurtították, eddig adtak 100%-ot, így volt megszervezve az életük. Most minden 50-et elég fizetni, ezért gyorsan nagyon sokan visszaléptek. Nem mindenki természetesen, de valóban elindult. Az MSOS és az autonóm szakszervezetek mától úgynevezett bérvonalat üzemeltetnek, amelynek felhívásával minden olyan munkavállaló tanácsot, segítséget kérhet, aki nem érzékeli a egy 5%-os béremelkedést az idén.